Jó reggelt, állom szuszék! Jó reggelt! Hey baby, csak a ma estére gondolok. Te is várod, Marky? Kiválasztottad már a ruhádat? Igen. Azt hiszem. Alig várom, hogy lássam rajtad. Nem, megmondtam, hogy elágd a körmed. De már többször szóltam. Bocsánat. Kiválasztottuk anyával az öltönyt. Szuper jól néz ki. Be fogsz gerjedni tőle. Nagyon be vagy gerjedve, Kim? Attól, hogy rám gondolsz? Igen. Ha te mondod. Igen? Nedves tőlem a puncid. Kim? Kim? Igen. Nedves vagyok tőle. Mondd ki a nevem. Mondd ki a nevem, Kim. Mondd a nevemet. Nedves vagyok tőle. Otis. Ma van a bál. Varázslatos esténk lesz. És tudod, mi lesz? És tudod, mi lesz? Gyerünk, mondd ki! Szex, szex, szex! Nem. Elég. Elég volt. Nincs bál! Megbaszhatod! Basszod meg! A diszkogömböddel együtt! Kim, vedd fel a telefont! Vedd fel a telefont! Kim! Nem ajánlom, hogy kiszállj! Mit mivel? Kérlek! Kim! Játsz velem tovább, Kim! Kim, mit mivel? Ne, Kim! Kim, ne! Kap be! Ne, Kim, ne! Kim, azonnal hagyd abba! Állj le! Thank you.
napja, hogy semmit se tudunk az eltűnt Mayfieldi kamaszlányról, Ashland Warnerről. Ez a bizonytalanság teljesen tönkretette a családját, amint azt exkluzív élő interjúban nem sokára önök is láthatják. Komolyan mondom, két. Én kis hián neki estem a fickónak. Talán jobb lett volna. Nem lehet elkezdeni az építkezést, mert a tulajdonos nevét elírták az építési engedélyen. Lehet, hogy jobb lenne, ha néha szabadjára engednéd az indulataidat, hogyha kiállnál magadért, Will. Kezelnünk kell az indulatainkat. Ahogy a rákot is. Mert szerintem, ha folyton magadba folytod a dühödet, a végén az onkológián kötsz ki. Talán agyon kellett volna ütnöm a városi főépítészt. Szerinted így harcoljak a rák ellen? Hát? Hé, hallod ezt? Mit? A gyomromban. Ez a gyomrom volt, két. Rendeltél kaját? Még a kórházból hazafelé jövett, kb. Fél ja. órája. Egy új helyet hívtam. Az éjjel-nappal pizzát. A mennyei szeletet bezáratta a tiszti orvos. Patkány méreg a pizzában. Meg is betegedett egy fickó, a múlt héten hozták be a kórházba. Ő volt az, aki... Igen, aki lehányta a papucsomat, bassza meg. Csórikám. Annyiszor láttunk Máriát a tévében, hogy ilyesmi történik emberekkel, de nem hittük, hogy velünk is megtörténhet, hogy egy nap majd az eltűnt lányunkat keressük. És semmit sem tudunk. Ez benne a legrosszabb. Akárki is maga, adja vissza nekünk. Adja vissza a kislányunkat. A maradványait. Mi? Mit mondott az előbb? Négy eltűnt kislány. Holtan. Megcsonkítva. És íme egy gyászoló család, akik azt remélik, hogy nem az ő lányuk lesz az ötödik. Hiába keresik a gyilkost, az egyetlen nyom róla egy hangfelvétel, amin azt állítja, hogy az áldozata neve Kim. Hé! Én néztem! Ezek piócák, Will. Mások gyászán élősködő piócák. Riley! Halkítsd le már azt a zenét! Mindjárt meghozzák a vacsorát! Tudod, hogy tilos verekedni. Miért elrejtőzni a bokorban egy videokamerával, szabatti állatok? Az öcséd ötlete volt. Hussolj. És most mi következik? Felrakod a YouTube-ra, hogy hülyét csinálj belőlem? Hülyét? Majd a netezők eldöntik, hogy mi vagy. Oké. Fogd a gördeszkát, és húzz haza. Ezt még megszívod. Mi a franc bajod van? Nem én táncoltam mesztelenül a nyitott ablak előtt. Nem is voltam mesztelen, te pöcs! Komolyan tudni szeretném, Reed, nem szónoki kérdés volt. Mi a franc bajod van? Akármit is csinált Riley, a saját szobájában csinálta. Joga van a magánélethez. Neki joga van a magánélethez, de az én utcaim közt lehet turkálni, mi? Igen, mert te nem vagy normális, fiam. Drogot árulsz a suliban, kung-fu harci fegyvert gyártasz technika órán. Most meg videóra veszed a nővéredet bugyiba. Ha te mondod, tényleg betegesen hangzik. Reed, ülj le, kérlek. Megjött a kaja. Reed, kérlek, ne menj el, ha hozzád beszélünk. Hé, ha úgy érzed, nem értünk meg, fiam. Nagyon jól érzed. Hello, mennyi lesz? Oké. Hé, papa! Nincs elég zsén borravalóra! Apa! Várjon. Mindjárt. Sajnálom. Most csak ennyit tudok adni. Köszönöm. Még meleg. Oké. Köszönöm.
Velem gecizel? Ki foglak csinálni, öcsém? McDouglas! Ez az! Reed! Az ötös szinten vagyok. Ki foglak csinálni? Öcsém, Scott! Flower, vigyázz! Na, faszfej! Reed! Nem ma lesz a vizsgád? Nem tudom. Nem tudod? Hát ennek vége. Ha, ne basz... Mi? Hogy mit mondtál? Ne ba! Vedd tudomásul, édesfiam! Nem tűröm, hogy ilyen bunkon viselkedj! Ha legyek, uram. Ezt elismered? A kezedbe vetted egyszer is? Már el is olvastam. Na, bizonyíts be! Tényleg, Frankon? Nincs több internetvilágos, se videójáték, amíg ki nem javítod a jegyeidet. Jaj, ne! De! Ne csináld már! 175 harcost kinyírtam! És nem fogom... A béka! Mi? Ja, igen! Anyád elmondta, hogy az igazgató szerint egy döglött békát szögeltél az irodája ajtajára. Nincs rá bizonyíték. A szekrény. Na igen. A múlt héten bezártál egy gyereket a szekrényébe? Nem. Na persze. Apa. Te beteg vagy, fiam. Csak kamaszodik. Igen, én csak kamaszodom. Ez a pubertás. Nem, ez elmebaj. Sátánizmus. Nem, az egészen más dolog. És hogy javítsak a jegyeimen, ha nem használhatom a netet? Szükségem van rá a kutatáshoz. Persze. Ja, hogy megtanult, hogy kell extazit gyártani? Napám, kívánjatok szerencsét, fizika dolgozatot írunk. Nem lesz gancica. Köszi. Sikerülni fog. Hődbezeg, nem nyaggatjátok. Igen, mert ő jól tanul, csak jó jegyeket hoz. Szóval ezért nem kell melltartót felvennie? Ha? Riley! Csajó, sok sikert. Riley? Mi van? Nos? De annyira zavar. Bevág, rohadt kényelmetlen. Próbálj csak ki. Egy percig se bírnád. Különben se nagy szám, ha egy csaj nem vesz fel melltartót. Építőmunkások között dolgozom. Tudom, hogy nagy szám. Menj, na, vedd fel az izédet. Anya! Riley! Figyelj. Ma még vedd fel, és iskola után veszünk majd neked valami kényelmesebbet. Ne túl kényelmeset. Egy olyat, ami le is szorítja, vagy páncélinket. Oké. Helyes a beszéd, papa Maci. Bármit, csak pizzát ne. Szia, Kim!
Mit akarsz? Te beteg állat! Ne! Ne beszélj így velem, Kim! Vedd fel a telefont, Kim! Kim, vedd már fel! Ne nevezz Kimnek! Kim! Elég! Te dagadt állat! Pervers köcsök! Nem vagyok dagadt. És jobb lesz, ha belemész a játékba! Dögölj meg! Ez nagyon éget! Mi a neved? Riley. Mindegy formák vagytok. Nem juthatsz ki. Nézhetsz erre, nézhetsz arra. Nincs menekvés. Csak én. Csak mi. Segítség! Hall engem valaki! Én hallok, Kim. Én nem tenném. Reed, azonnal gyere ide, édesfiam! Reed! Hol a francban voltál? Scott-tal lógtam. Nem csináltam semmit. Beköptetek a saruknak? A járdán találtam, esküszöm, azt hittem, hogy oregano. Oregano? Igen, az a fűszer. Mikor láttad Riley-t utoljára? Mi? Nem tudom. Láttad az iskolában? Miért? Nem. Nem már. Most mi van? Már az is bűn, ha lefényképezem a nővéremet? Hogy lehettél képes ilyesmire? Ez művészet. Tudod te, milyen emberek nézegetik az ilyen szájtokat? Például én. Reed. Ragadozók. Oregano, mi? Drog problémáid vannak? Igen. Rohadt nehéz beszerezni. Elég volt. Tessék! Halló! Halló, jó estét, uram! Ki beszél? Egy srác. A suliból. A lánya barátja. Ki? Hol van? Nyugodjon meg. Velem van. Mi? És hol vannak? Randiztunk. Tessék? Riley-val randizik? Dehogy is. Kimmel. A lányával, Kimmel. Ez valami tévedés lesz. Nekem nincs Kim nevű lányom. A lányom neve Riley. A neve Kim. Leteszem, ha még egyszer a másik néven szólítja. Azért hívtam fel, mert meg akarom kérdezni, elengedi-e velem a lányát a bálba. Hadd beszéljek vele! Ne roncsd el a játékomat! Az engedélyét szeretném kérni, és én megígérem, hogy rendesen bánok a lányával, oké? Ezt hogy érti? Akkor is tisztelni fogom, ha már megbasztam. Jézusom! 1984. Bassza meg!
Jól van. Mit akarsz, mit csináljak? Hello, Kim. Tanizuma edzés után? Edzés? Milyen edzés? Foci edzés. A Párducok elleni meccsre. Találkozunk edzés után? Oké. Okay. Jó. De aztán... haza kell mennem. Mert tanulnom kell. Nem. Dumáltam apáddal. Mi? Baromi. Hogy dumáltunk. És mit mondott? Tök jó fej. Tudja, hogy randizunk. Később akartam elmondani, de mindegy. Azt is megengedte, hogy elvigyelek a bálba. Hazudsz, bazd meg! Haló? Olyan nehéz ez? Há? Miért nem tudsz velem játszani? Olyan nehéz ez? Há? Fiú, nem akarom beverni a pofádat, mert csinos. De ha tovább szórakozol velem, kiverem a fogadat. Világos? Igen. Bocsánat. Jól van. Akkor játszol velem? Igen. Én játszom veled. Oké. Figyelj. Hívj Otisnak. Oké? Otis. És mi a te neved? Kim. Az én nevem Kim, Otis. Jól van. Perc alatt összeállunk, Mr. és Mrs. Logan. Lawson. Ja. Nyugodjanak meg. Minden oké. Okay. Mi ebben profik vagyunk, Mr. Lawton. Hozzátok a híváskövetőt. Mi az a hívás izé? Egy készülék, ami fogja azokat a beérkező elektronikus impulzusokat, amelyek alapján lekövethető annak a készüléknek a száma, amelyről az elektronikus kommunikációt kezdeményezték. Nogi, a kapucsino mikorra várható? Rajta vagyok. Igyekezz már, nem erezd a valagad. Baker, nagyod a kapba, sürgősen. Kávét akarok. Azonnal. Baszd meg. Tehát a telefonáló Kimnek szólította a lányát. Randizunk Kimmel, és megdugom Kimmel. Hé! Ez mit jelent? Azt, hogy... totál hibbant a faszi, azt, hogy kurva nagy szarban vagyunk. Hogy elmebeteg, hogy totál hibbant. Hogy ő az a gyugyós, aki öt tini csajt nyírt ki fél év alatt. Ötöt? Azt hittem négyet. Mm-mm. Volt még egy, akinek hiányzott a csöcse. Hiányzott a... milyen? Csöcse. Ashland Warner. Ja. Ashley Walker, helyes kis csaj, színjeles. Négy kukában találtuk meg a város négy különböző pontján. Jó ég. Jó, de el fogják kapni, ugye? Ráálltak már a fickóra. Nem. Nem? Anya, szétszedik a szobámat. Kibelezték a számítógépemet. Mit hagyd, hogy végezzék a munkájukat? Az, hogy szétszedik a gépem, hogy a faszba segít, Riley? Oh, hátrébb az agarakkal, édesfiam.
Az a hard drive lehet a háromdimenziós kirakósunk hiányzó darabja. Te nem értheted, mert nem vagy képzett ügynök. Én az vagyok, és 80%-os a felderítési rátám. 80%-os? Annyi. Debbie Pilternek csak 60%-át találtuk meg. Igaz. Micsoda lábak. Futó volt. Szia, Kim. Szia. Láttad, hogy kaptam el? Aha. Tök állat volt. Sima ügy. Csont nélkül megvolt. A 45-ösnek kellett volna átpasztolnom a hátédnek, de nem adtam át. Ráhúztam még 10 yardot. Az edző szerint olyan gyorsan futottam, mint az állat. Kérdeznék valamit. Akarsz velem járni? Tudtam, hogy bírsz. Tudod honnan? Abból, ahogy szurkoltál. Hallottam, hogy a nevemet kiáltod. Kinéztem a partvonalra. És láttam, ahogy ugráltál. Nincs rajtad bugyi. Láttam a puncit. Megcsinálnád még egyszer? Hogy szurkolsz? Egyedül vagyunk. Csináld. Otis, ő az ász, ha pályára lép, megmutálsz. Jó. Ugrálj hozzá. Otis, ő az ász, ha pályára lép, megmutálsz. Otis, ő az ász, a pályára lép, megmutálsz. Otis, ő az ász, a pályára lép, megmutálsz. A francba. Korán jött. Ki? Ki van itt? Gyere! Otis, mi történik? Ki van itt? Kus! Pofa be, baszki! Ne, merj nyikanni! Itthon vagy? Melóznod kéne, nem? Még nem. Később. Később? Egészen biztos. Mert Tony bazd meg azzal nyoggat egyfolytában, hogy késel. A vevők panaszkodnak, hogy hideg a pizza. Ez így nagyon nem frankó, hallod? Munkát szerzek neked, te meg szarsz az egészre. Ilyen nehéz betartani a játékszabályokat. Állj, bazd meg! Mi ez a bűz? A picsába, Otis. A szegény apa meg anya látta, hogy mit műveltél a házunkkal. Nem bírom tovább. Családom van! Saját életem! Szerez egy csajt! Kim, hogy van? Ne! Otis, ne! Mi a faszt mondtam neked?
hogy ki nem mondjam a nevét, azt, hogy... Kim... Otis! Fehér nemű márkát kellett váltania. A Victoria Secret-et látni se bírja. Mondtam, hogy sajnálom. A sajnálom nem elég. Kivetted a szennyesből a neem bugyijait, és azokat nyalogattad, mint valami kibaszott kutya. Örülj, hogy még átenged hozzád. Micsoda disznóul. Ez meg mi a fasz? A labdám! Jézusom! Az a fasz edzőm. Minden egyes meccsen ott voltam, bassza meg. De csak egyszer tett be a játékba. A hülye fasz! Lehoztad ezt a szart a padlásról? Mert szeretem nézegetni. Hát ne nézegesd. Dobd ki, bassz meg. Elég abból, hogy csokit meg pizzázza, bász. A legközelebb jövök. Normális kaját akarok látni a frigiderben, és takaríts ki! Kurva nagy barom vagy, de nem egy disznó! Ne így disznóolban! Mit csináljak? Mit mondjak, ha ő az? Amit a filmekben. Tarts szóval, ameddig csak tudod. Bízzalám. Tartsa szóval, megpróbáljuk lenyomozni. Tessék! Jó estét, asszonyom. Hello. Beszélhetek Rileyval? Jaj, ne. Ő annyira okos. De maga nagyon hülye. Dühös, ha a lányt nem Kimnek szólítja. Bocsi. Elnézést, mit mondott, mi volt az a név? Kim, csak blöffel, megpróbálja szóval tartani. Ugye csak viccel? Kiborultam, nem emlékszem. Kim! Kim, tényleg, a lányom, Kim jól van? Ó, de meg mennyire? Most már az állandó csajom. Ami azt jelenti, hogy senki se ujjaszhatja meg, csak én. Hihetetlen, hogy ezt mondom. A takarlót! Ne adja oda, el fogja szúrni. Ne cseszd el, hadd tegyék a dolgukat. Na persze, láttam a híreket, tudom, hogy mi lesz a vége. Folytassa, meg lesz. Mondja, mit kell tennünk ahhoz, hogy Kim ne halljon meg? Csak engedjék el a bálba. Haló? Haló? Jó apasas. Nagyon ravasz. Analóg vonalról hív. Vándor el egy kicsit, aztán visszatér hozzánk. Bárhol lehet. Egy 100 gyerek eltűnését jelentik nap, mint nap. Ennyi. Eltűntek. Soha többé nem kerülnek elő. De Riley Lawson szülei még reménykednek. Vajon mindez csak egy újabb hiába való próbálkozás, hogy megtaláljanak egy lányt, aki örökre elveszett? És mi van azzal a férfival, aki tudja, hol van Riley, aki talán most is épp őt nézi? Megerőszakolja a szemével is, máshogy is. Vajon csak megerőszakolja? Vagy amit tesz vele, az ennél is rosszabb, sokkal rosszabb. Szerencsétlen!
Ügyészség, itt van velünk az az FBI ügynök, aki a nyomozást vezeti. Ralph Hotchkiss, különleges ügynök. Üdvözlöm. Mi kell az, hogy elkapják ezt az őrültet? $27.50. Profilózó vagyok. Átlátom az ilyen ügyeket. FBI, mi? Én a világot egy őrült szemével látom. Ha ránézek egy női bokára, bilincset látok rajta. Egy törékeny női csuklóról nekem rögtön kötelek, láncok, bőrszíjak jutnak az eszembe. Egy kecses női nyak számomra csak folytogatási nyomokkal együtt teljes. Tehát a szociopátia, a pedofília és a szexuális deviancia egyre divatosabb Amerikában? Szexuális deviánsok mindig is léteztek. Az élvezet és a fájdalom központja egymás mellett helyezkedik el az agyba. Ha az egyiket stimuláljuk, azzal általában a másikat is. Mi különbözteti meg önt azoktól az őrültektől, akikre vadászik? Én gumiovszert használok. Halló. Jó estét. Ki beszél? Jaj, már anyuka. Tudja, hogy ki az? Én vagyok. Azért telefonálok, mert... Tudni szeretném, ki ma este meddig maradhat. Tessé? Tehát hazajön? Ma van a báb. Tudja, nagy buli lesz, meg tánc, meg minden. Érti, minden. A bál. Nem, nem fog. És aztán tudja, mit csinálok? Ő az én kislányom. Persze. És meg fogom baszni. Te szemét mocsok. Te aljas, geci állat! Mi? Mit mondott? Jól hallottad. Mindegy, mit csinálunk, mindegy, mit mondunk. Úgy is bántani fogod Rileyt. Rileyt? Ezzel megöli, kinyírja a lányát, bassza. Kuss legyen! Hallottad? Vagy talán nincs igazam? Azt állított, tévedek, te pervers fasz! Azt hiszed, nem jó számot hívtam. Ki az a Riley? Riley az én édes kislányom. Riley előtt még ott az egész élet. Ő az én kis mókuskám. Én kimet fogom megbaszni? A Verdám hátsó ülésén. Megnyúzlak, széttranzsírozlak. A szívedet megetetem a szomszéd pincsijével. Ez az. Elnézést. Későre jár. Le kell tennem. Még fel kell vennem a táncoló fekete lakcipőmet. Te! Oh. Úristen! Mit műveltem? Mit műveltem? Ma lesz a nagy este. Izgatottan várom? Igen. Én is. Kiválasztottad már a ruhádat? Hát persze. Alig várom, hogy lássam rajtad. Anyámmal kiválasztottuk az öltönyöm. Szerintem nagyon tökös. Be fogsz kerjedni tőle. Azt tuti. Ha olyan, mint az én ruhám. Tuti nedves leszek tőle. Az fix. Mindjárt ott leszek, érted? Beúrunk a jöreg Pontiacba. Aztán nehogy összeketőz nekem az ülést. Hékim, varázslatos este lesz. Bye.
Na, felismered? A Blue Oyster Cult. Ne izélj már. A ne félj a kaszástól? Kim, ne szórakozz velem. A mi dalunk? Igen. Igen! Tudod, ez mit jelent? Hogy szeretsz engem. És én is tényleg. Élvezed? Jó, ugye? Ugye? Nagyon jó. Kérlek, ne! Mi? Most elcseszted? Most miért kell te elbaszni? Bébi, várj! Én csak... Figyelj, megfoghatom? Figyelj, hagyj vegyem ki Otis. Meg akarom fogni, és simogatni, és... Megengeded? Hű, szia, nagyfiú. Nagyon jó lesz, élvezni fogod. Hoppá. Semmi baj, Bébi. Előfordul, semmi baj. Nyugodj meg, semmi baj. Van ilyen, nyugodj meg, Bébi, semmi baj. Bázd meg, mit keres itt? Kurva életben! Ne! Segítsünk! Önmagam! Ne! Ne! Kérlek, ne! Kérlek! Ne, kérlek! Léci! Ne! Kérlek, ne! Megint itt vagy hátul. Mi a fasz csinálsz be? Én csak játszottam. Mit játszottál? Énekeltem a régi játékmikrofonottal. Mi? Mi a fasznak énekelgetsz? Mi vagy te meg a sztár? Nem. Nem hát? Mert te meg a fasz vagy, bazd meg! Te vagy a fölkerekség legeslegnőbb vadbarma! Nem vagyok vadbarom. Tényleg? Miért ütöttél meg? Mert az öcsém vagy, bazd meg.
Mert egy iszonyú nagy pöcs vagy! Mert egy rakás szar vagy, baszki! 40 éves vagy, baszd, mert mit művelsz? Bunkában kéne lenned! Fogadok, hogy nincs normális fel a hűtőben. Persze, hogy nincs! Hagyja abba! Mr. Ledem? Lawson. Kriminológus vagyok. Az a szakmám, hogy elkapjam azokat a szörnyetegeket, akik olyasmit tesznek az emberi testtel és lélekkel, amiket Hollywoodban el se tudnak képzelni. És a kedves neje épp most adott egy láncfűrészt, egy lángszórót és egy csípőfogót a pervers gyilkos kezébe. Tényleg azt várja tőlem, hogy ilyen körülmények között dolgozzak? A legszívesebben kimennék és megmondanám nekik, hogy hazamehetnek. Kiknek? Kiknek? A virrasztóknak. Nekik, akik odakin ácsorognak búsan a hidegben, és olyan dolgokat énekelnek, mint a Hova tűnt a sok virág, meg az Eleanor Rigby. Nem. Magukon most már a virrasztók se segítenek. Hülye fasz! Hey!
Ezért még kurvára megfizetsz, te kis geci. Hé, hey, gyíkarc. Ha még egyszer így beszél a fiammal, elkapom a tökét és a homlokára ragasztom. Hűha! Az agyaoroszlám felbőszült. Na, menjen utána és mondja meg neki, hogy egy seggfej vagyok. Attól majd lehiggad. Pofa be, baszd meg. Hoppácska. Két. Istenem, mit csináltam Riley-val? Ne haragudj. Anya, ne parázz amiatt a pöcs miatt. Azt tetted, amit kellett. Apa, mondd meg neki, hogy jól tette. Két. Hachkis egy idióta. Érted? Az ilyen helyzetekre, mint ez, nincsenek szabályok. Igen? Anya? Anya, én vagyok az. Istenem, Riley az. Mi? Riley? Kicsim, várjál! Anya, sikerült megszöknöm. Megszöktem. Ja, Istenem, Riley, mind itt vagyunk. Apád is, és Reed is itt van, mind itt vagyunk. Kicsi szívem, drágám, hol vagy? A Tripdi piacon. Fairview-ban. Fairview-ban? Kicsi, megsérültél? Igen. A fejem is... És vérzik is, de... Mit művelt veled az a geci? Hogy hívják? És hol van? Otis. A neve... Otis, Otis Brocky. Brighton 739. Szívem, figyelj rám. Van női vécé azon a piacon? Van. Jól van. Akkor menj be szépen a vécébe, és zárd magadra az ajtót. Mindjárt ott leszünk. Küldünk érted egy mentőt. De Riley, ne szólj senkinek arról, amit most mondtál. Nem mondd el senkinek, hogy hol voltál. Megértettél engem? Nem. Miért? Riley, fogadj szót anyádnak. Ne mondd el a címét. Senkinek. Két, mit csinálsz? Meg kell ígérned nekem. Ígérd meg, hogy senkinek sem mondod el a címét. Oké. Nem fogom, ígérem. Jó, kislány. Szeretünk, kicsim. Mindjárt ott leszünk. Oké. Szia. Hé, hey, ezt miért csináltad? Lekéstem valamire? Épp időben, seggarc. Megtaláltuk. Ő talált meg minket, szép munka, húgynök. Mi van? Riley volt. Életben van. Kicsim. Szia. Szia. Szia, cicám. Szeretlek, kicsim. Itt vagyunk, drágám. Mind itt vagyunk. Haza akarok menni. Léci, vigyetek haza. Haza fogunk vinni, kis csillag. Amint csak lehet. Tudtam, hogy nem adott fel. Mr. és Mrs. Lawson? Beszélhetnék önökkel? Jól van, oké. És sietünk vissza hozzák, jó? Ne feledd, hogy mit mondtam. A lányuk koponyasérülés szenvedett. Súlyos a sérülés? Azt nem tudjuk, még. Véromlány alakult ki. Riley,
Mi? A neve. Hogy hívják a rossz embert? Nem tudom. Mi a címe? Hol a rossz ember? Riley! Hol lakik? Házban. Hol? Hol az a ház? Nem tudom. Mit művelt veled, Riley? Táncolt. Meg akart. Táncolt? Erőszakolni. Részleges bénulás léphet fel nála. Mi? Jézusom. Amint meg lesz az MR és a CT vizsgálat eredménye, többet fogunk tudni az állapotáról. Addig ja, is... megdugta. Mi? Tudtam, hogy ez lesz. Riley elájult. Magához tudja téríteni valahogy? Még nem végeztem vele. Attól tartok, várnia kell. Doki, ugye rendbe fog jönni? Egy kómás nem hallgathatok ki. Elnézést. Megsérült, de még nem tudjuk, mennyire súlyos az. Basszus! Pelenkázni kell, majd kivezetik a végbelét, mi? Uram! Maguknak mondott bármit arról, hogy ki a tettes és hol tartotta fogva? Mondott valamit? Nem! Hatchkiss ügynök semmit sem mondott! Igyon egy kapucsinót, bölcs kis ügynök. Sokkot kaptak. Dögöljön meg az egész FBI! Hívjuk a zsarukat! Apa, ne legyél hülye! Igen. Úgy véled, hogy ez a mocsok törvényes eljárást érdemel, Will? Két! Mi van? Meg akarod kockáztatni, hogy Hatchkiss elcsessze a nyomozást, meg a letartóztatást, hogy aztán ez az Otis eljárási hiba miatt szabadlábra kerüljön? Két szót mondok, Will. O.J. Ez egy monogram. Ne kekeckedj! Nem. Apa jól mondja. Játszunk szabályosan. Egy év vizsgálat, aztán jön a per, aztán bekerülünk a Nancy Grace meg a Larry King Showba, az összes bűnügyi tévéműsorba, és aztán látogassuk meg a gecit a börtönben. Börtön? Pontosan erről beszélek! Nem, nem is börtön. Sokkal rosszabb. A börtönök börtöne. Szigorított fegyház, magánzárka, ahol egy lyukon adják be az ajtónak kaját. Egy olyan hely, ami annyira szörnyű, hogy alkotmányellenes, ahová a terroristákat dugják, hogy ott dögöljenek meg. De nem Otis zárják majd oda, hanem minket! Ha magad vagy, legalább nem töcskölnek meg. Mit mondtál? Bocsász, nem kúrnak segbe. Szívem, megverte a kislányodat, igaz? Defloreálta a kis mókusodat. Mondd meg nekem őszintén, a szíved mélyén nem szeretnéd feltranzsírozni ezt a gecit? Pépé verni az agyát? De igen. Akkor nosza. Will, szeretlek. Menj, kérlek, hozz fúrót meg fűrészt. Van ablak, van megoldás. Hát Isten, itt ne! Csak eltaposunk egy csótányt, Will! Ez egy ember. Lehet, hogy nem olyan, mint az ismerőseik. Most mi bajod van? Neki is van szíve. Szeme.
Ránk fog nézni. Nem szónoki kérdés volt, tényleg tudni akarom. Ez nem egy ember, Will. Ez csak egy rakás szemét, egy szarkupac. Egy disznó. Elolvastam a legyek urát. Tudom, mi történik a disznókkal. Tehát vadember lettél? Mindazok vagyunk. Ápolónő vagy. Pontosan. Így aztán pontosan tudom, hogy mit bír ki egy ilyen emlős állat. Egy ember. Majdnem kimondtad. Bedugta a farkát a nővérembe. Ebből elég. Riley a nővére, Will. Természetes, hogy így reagál. Természetes. Ösztönös. Te az apja vagy. Az is egy ösztön. A világ állatias, brutális, Will. A vadonban az indulataid vezérelnek. Miért? A vadonban vagyunk. Ott, Will. A vadon mélyén. Borzalom. Borzalom. Ezt akarod? Tényleg ezt akarod? Igen. Mindennél jobban. Ahogy te is. Már jön. Bazd meg. A picsába. Hello, Otis. Hogy jutottak be ide? Brocky. Miféle név ez Brocky? Az én nevem, bazd meg! Kik maguk? Jól tudja, hogy kik vagyunk. Mi? Húzzatok egy gyorsan a picsába! Hey! Van egy apró problémám. Szerintem élvezett, ha seggbe basz az áram, Otis. Pusolj! Hallottál már Albert Fishről, a brooklyni vámpirról? Ő is pedofil volt, akár csak te. Tudod, mit szeretett? Tűket szúrni a farkába. Az áramütés volt számára a legnagyobb élvezet. Mi van? Ezek a pervers sorozatgyilkosok mindegy formák. Tudod, attól áll fel nekik, ha olyasmiket csinálnak, amit normális ember soha se tenne. Érzed már, ahogy a véred az ágyékodba tolul, Otis? Egyre keményebb a pici szerszámod? Szívem. Talán tagadni mered? Tagadod, hogy megerőszakoltad a kislányom? Hogy megverted? Hogy megöltél és feldaraboltál 5 másik kamasz kislányt odalent a játékbarlangocskádban? Bizony, megtaláltuk.
Megtaláltuk az édes kis szobádat, ahol iskolabálosat játszottál. Reed! Mint a mesében. Ez a fickó előbukkan a semmiből, és mindjárt az élre tör. Még 350 yardja lehet hátra. Ha jól látom, ötös ütőt fog használni. Fantasztikusan lendít. Oh, egy ütéssel megvolt. Istenem! Valaki meghallja Kate! Tudom. Csinálj már valamit! Micsodát? Hiszen már pofán vágtam egy ásróval. Áramot vezettem a seggébe. Na ja, majdnem kinyírtad. Nagyon szenved. Tényleg? Mi ez ahhoz a szenvedéshez képest, amit ő okozott a lányodnak? De kiabál. Hallom, hogy kiabál. Hallgattasd el! Majd én kiégetem a hangszálait. Hagyd, hogy apád intézze. Gyere ide, Will. Két. És ha Riley terhes, Will? Mi van, ha ennek a genetikai mutánsnak a magja épp most egyesül Riley csodálatos petéjével, és a fattya már ott növekszik a kislányunk hasában? Én hozom a döntéseket, Will, és azt akarom, hogy hallgattasd el ezt a sorozatgyilkos Getra tetűt! Jó. Jó. Kusolni fogsz, te keci állat! Nyugodj meg. Ralph Hutchkiss ügynök vagyok. Én vezetem a nyomozást. Én találtalak meg. Azt akarom, hogy ez az állat megbűnhődjön azért, amit tett. Tehát meséld el nekem, hogy hol tartod fogva. Nem emlékszem. Nem emlékszel? Semmire? Semmire sem emlékszel, csak arra, hogy ez az elmebeteg megerőszakolt? Újra meg újra? Semmire sem emlékszel. Ez a ház kék volt, vagy rózsaszín? Nem tudod. Na és a fickó milyen volt? Ebben tud segíteni? Le tudod írni? Értem. És a neve? A nevére emlékszel? Nem a címét kell elmondanom, csak a nevét. Azt hittem, a címét nem tudod? Nem. Nem, azt nem tudom. Riley? Mi a neve? Otis. A neve Otis. Otis? Nagyon szép név. A Turmix mire kell? Hát, apád levághatná az ujjait. Turmixot csinálhatnánk belőle, és megitathatnánk vele. Nagyon állat ötlet, szép volt, anya. Akkor nosza. Will, várj! Mi van? Nem biztos, hogy azzal át tudod vágni a csontjait. Tessék, ezzel próbáld meg. Köszönöm, drága. Oké. Okay. Mr. Orson, hol vannak? Hol vagyunk?
Elmentünk tortát venni Rileynak. Mrs. Lawson, magad? A franc. Igen, én, Hacskis ügynök. Épp tortát veszünk Rileynak, a kedvencét. Málnásat. Tortát! Remek, siessenek vissza, Riley felébredt. Beszéltem is vele. És mit mondott magának? Személyleírás adott a fickóról. 190 centi, 130 kiló, 40 körüli, iszonyú dagadt. Érettségi óta nem látta a farkát. A neve Otis. Otis? Képzeljék, Riley felismerte. Pizzát szokott kivinni magukhoz. Mi? Bizony, jól hallották. Na, ha kiderítjük, melyik pizzázóban dolgozik, meg lesz a lakszíme, és még ma sitre vágjuk a parmot. A városban összesen 37 pizzázó van. Meg tudják mondani, hogy melyiktől szoktak rendelni? Ez nem a pizzafutár. De hogy nem, hát ki más lenne? Nem, nem az. Láttam a fickót. Egy dagadt állat. Ez tuti nem az. 190 centi, 130 kiló, de ez egy kis segdugasz. És milyen ronda segdugasz? Elma. Elma van aki? Jézus. Nem is itt lakik. Egy másik pasas kaptunk el. Jézusom. A kurva Isten, és mit csináltunk? Ez itt nem a pizzafutár. Két. Hozd rendbe! Mi? Hozd rendbe, hiszen ápolónő vagy, nem? Micsoda? Ah, megvan. Összeragasztom pillanatragasztóval. Vagy szikszalaggal hozzam rendbe? Majdnem megitattuk vele a lábujjait. Oh, ez már semmit se fog meginni. Ajj. Csak nem. Ugye nem? De igen. Basszus, mit műveltetek? Mi mit műveltünk? Igen. Azonnal el kell tűnnünk. Húzzunk innen! Eltűnni? Eltűnni? Hová? A Saint Quentinbe? A Szíkszínkbe? Nem látod, hogy mit műveltünk? Megcsonkítottunk és megöltünk egy embert? Minden tele van az új lenyomataikkal! Mindenki, ne szívd fel magad! Rendben van! Nem fogom! A sitten úgy is lesz elég fasz, amit szívhatok! Azt mondtad, magánzárkába kerülsz. Szerinted ez vicces? Mr. Nagyokos! Mr. Legyek ura! Hacskis ki fogja deríteni a címet? Lófasz, Hacskis a saját segélyt se képes megtalálni, nem Hacskis az, aki miatt parázom. Hanem... Otis! Ja, baszd meg! Az az állat szabadon van, mi meg itt dekkolunk a garázsában. És kinyírtuk a faszfej bátyját. Szép volt, anya oroszlán. Mi? Nem az én ötletem volt, Kate? Ezzel nem segítesz, Will. Pont most kell ezzel cseszegetned? Vérszomjas állat! Adjátok már abba! Blair, miért nem nézted meg a tárcáját, mielőtt áramot vezettél a seggébe? Tehát az én hibám! Én tehetek róla, mi? Annyit megtehettél? Hey. Otis! Mossuk fel! Fényszórót. Valaki megláthat minket. Jesszus! Vedd már ki azt a kibaszott slusszkulcsot! Mit művelsz? Miért állítottad le a motor? Muszáj volt ahhoz, hogy ki tudja venni azt a kurva kulcsot! De most hogy... Hallgass már és hozd azt a kurva zsákot! Hé! Hey, segítsetek már! Basszátok meg! Húzd!
Szállj be a kocsiba! Be a kocsiba! Be a kocsiba! Gyerünk! Reed! Szállj már be a kocsiba! A kocsiba, gyorsan! Baszki! Tűnjünk el! Anya. Mi van? Hazavihetünk, szívem, holnap reggel. Azt mondták, hogy amint elkészülnek a záró jelentéseddel, hazavihetünk. Minden rendben lesz. A doki szerint holnap hazavihetünk. Igen, már mondták. Megtalálták? Én nem emlékszem. Melyik pizzástól jött? Azt nem tudom. Nem. Nem találták meg. Még. De ugye nem mentetek oda? Nem. Ott jártatok. Ott voltatok, ezért nem akartátok, hogy... Nem. Nem, Riley, nem. Láttátok. Mindent láttatok. A fickót is. Kicsim, ne butáskodj. Oké, mehet. Ne. Kiégetem a hangszálait. Ne. Már pofán vágtam egy ásóval. A kurva! Anyátokat! Apád levághatná az ujjait, turmixot csinálhatnánk belőle, és megidathatnánk vele. Ne! Íz lett a süti? Mi? A málna torta. A málna torta. Riley kedvence. Biztos nagyon jól esett. Igen. Finom volt.
Elnézést, hogy önnek nem hagytunk. Semmi baj. Van bármi új fejlemény az ügyben? Megtalálták a fiszkot, aki ezt tette a lányommal? Igen, van, Mrs. Lawson. Van új fejlemény. Tudják, hogy a kórháznak van egy kápolnája? Mi lenne, ha elbeszélgetnénk? Isten színe előtt. Lenyomoztuk, hogy hol lakik. Otis Brocky. Mindent megtaláltunk. A rejtek helyét is. A láncokat, a videóit a kínzásokról, nagyon súlyos. Az egyetlen gond az, hogy őt nem fogjuk megtalálni. Miért? Nos, mint kiderült, ez az Otis videóra vett mindent. Digitális kamerái voltak. Három is. Ha a mozgást érzékeltek, bekapcsoltak. Nagyon érdekes felvételek. Az ember azt várná, pornó lesz rajta, szadott cucc, amin egy fickó fiatal csajokat dug, ütlegel és kínoz, míg el nem sül a mordája, akkor aztán főbelövi őket, és előkapja a láncfűrészét. Mi van a felvételen Hatchkissinek? Maga szerint, Mr. Lawson? Nem tudom. Hát, meghünkre, a kamerák rosszul voltak beállítva, nem rögzítették a nagy eseményt. De a hang szuper. Franco Dolby Surround. Pontosan tudjuk, hogy mit tettek Otisszal. Szerintem pontosan azt kapta, amit megérdemelt. Az a lábúj turmix nekem azért már sok volt, de lejárt a szalag, mielőtt belevágtak volna. Szó szerint. Értjük. Maguk aztán nagyon tökös kis köcsögök. El kell ismernem, bár ott lehettem volna magukkal. Tudja, mit tettünk Otisszal? Minden itt van. És nem mondja el senkinek? A zsaruknak, meg a többi szülőnek? Szívesen megnéznék. De nem köpöm be magukat. Istenem, köszönjük, köszönöm. Uram. Köszönjük, Hatchkissinek. Az ilyen háromdimenziós kirakóshoz csak kevesen értenek. Imádkozzunk. Kamusztok nekem. Csináltatok vele valamit, érzem. Mondd el. Nincs mit elmondani. Végre itthon vagy biztonságban. Mit kérsz vacsorára? Valóban? Tényleg? Biztonságban vagyok? Lófaszt. Mi folyik itt? Semmi. Anya! Reed! Riley! Oda mentünk, és kinyírtuk Otis bátyját. Mi? Azt hittük, hogy Otis, de nem ő volt, hanem a hülye bátyja, és most... Kinyírtátok? Otis szabadon van, és nyilván bosszút akar állni. Reed! Vadászik ránk, azt tuti! Megöltétek Otis bátyját? Az anyád ötlete volt. Jézusom, hihetetlen, hogy megint ez ezzel jössz. Anya! Will,
Ilyenkor kellene kezelni az indulataidat. Meg is teszem, megteszem a dolgot, szólok a zsaruknak. Feladjuk magunkat, mindent bevallunk, lecsuknak minket, és akkor legalább biztonságban leszünk. Ne basz! Micsoda? Igen, a zsaruk majd őriznek minket. Hát ez remek, hát ez nagyszerű. Nem hagyhatsz cserben a férjem, vagy jóban, rosszban. Lehet, hogy a már nem sokáig. Vagy... Hogy mondhatsz ilyen? Hogy hagyhatsz cserben éppen most, amikor a legnagyobb szükségem lenne rá? Ez egész miattad van. Te akartál vadászni játszani, meg szabadjára... Mi a faszomat csinálsz? Minimum fél óra, mire lehiggadnak. Addig nem várhatunk. Anya és apa totál begőzölt. Frankón elbántak vele. Miért? Mert Otisnak hitték, és Otis megerőszakolt, és megvert téged, és... Megerőszakolt? Igen. Dehogy is. Éjjel, apa, pizza. Mi? Éjjel, apa, pizza. Hé, várjunk egy kicsit. Szóval nem? Nem. Csak... Csak akart, de... Nem. Nem tudott, csak... Csak táncolt velem. Bazd meg. Tessék? Haló? Itt vagyok, pizzát szeretnék rendelni. Miért szeretne? Nagyot, sok feltéttel. Extra meg a pizzát? Azt, megát, extrákkal. Extra pizzaszószal. Twin Oaks 206. 1984 lesz, 30 perc és ott van. Remek. Viszal. Bármi történjék, nem mondd meg, hogy nem dugod meg. Milyen férfi az, aki eltűri, hogy a kislányát bántsák? Eltűröm? Pofán basztam egy ásóval, aztán áramot vezettem a seggébe. De nem akartál. Még szép, hogy nem akartam. Csak igazságot szolgáltattunk. Ja, persze, szemed szemért. A baj csak az, hogy most a te szemed jön, mert az a tetű még szabadon van, és kibaszott dühös. Igazad van, szólnunk kellene Hatchkissnak. Hatchkiss meg az FBI! A lézerfegyverükkel kitörnik a memóriáját! De a te ötleted volt! Nem, én a zsarukat akartam hívni, nem az FBI-t! Hey, van egy ötletem, tudom mi legyen! Itt szépen megvárjuk Otiszt, jó? Megvárjuk azt az állatot! Kivárjuk, még felbukkan az az elmebeteg, az a sorozatgyilkos, aztán ha már itt van, magunkra gyűjtjük az egész kurva házat! Na! Tök jó lenne, sülve-félve együtt lehetnénk! Nyitom! Ne! Reed, várj! Reed, mit akarsz azzal a mordájjal? Ki az? Éjjel, apa, pizza. Várj! Kész. Vége. Istenem. Pizza. Zseniális. Biztos ő az. Magyar hangok. Rosta Sándor, Pálos Zsuzsa, Hannus Zoltán, Csifó Dorina, Csankó Zoltán, Gacsal Ádám, Kardos Róbert. Magyar szöveg Illés Judit, hangmérnök Erdélyi Imre, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Bátori Orsolya. A szinkront a Fórum Home Entertainment Hungary megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.